Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megújult a Nagymányoki stadion, 53 millió forintból valósult meg a beruházás. Fokozott ellenőrzések, a telefonhasználatot figyelik a rendőrök. Megszaporodtak a visszaélések, egyre több a károsult. Több európai uniós ország tervezi a nyugdíjkorhatár emelését, van, ahol 69 éves korig kell majd dolgozni. Mintegy 57 millió forintból újult meg a Weber Ferenc stadion Nagymányokon. A játékosokat immár modern öltözők és vizes blokkok várják, a drukkerek pedig új székekről szurkolhatnak. Mondhatni, teljes egészében korszerűsítették a Weber Ferenc stadiont Nagymányokon, a mintegy 100 éves épületet utoljára 40 éve újították fel, úgyhogy ráfért már a renoválás, mondja a polgármester. Jelenleg az egyesületnek körülbelül 100 tagja van, én szerintem ez elég szép szám. Ugye van a felnőtt csapat, sajnos ifi csapatunk az idei szezonban nincs, de utánpótlásból van azt hiszem 4 korosztályban is utánpótlás csapat, rendszeresen járnak edzésre, szinte minden nap van edzés, pálya állapota tökéletes. Meg ez szerintem egy komoly csapatszellemet is ad az embereknek, összetartást. Bízunk benne, hogy a jövőben is így lesz, és csak bővülni fog a létszám az egyesületnek. A közel 60 millió forintos támogatásnak köszönhetően az épület teljes belső és külső felújítása megtörtént. Korszerűsítették a vizes blokkokat, az öltözőket, a nézőteret, emellett megújult az objektum tetőszerkezete és a teljes homlokzat is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy egy régi álom válhatott valóra. Kulturált feltételeket teremtettek a hazai csapatnak és a vendégeknek egyaránt. Úgyhogy reméljük azt, hogy a Nagymányok sikerrel veszi majd a bajnokságot is. Most megmondom őszintén, nem tudom, hogy kinek drukkoljak, mert Mányokon vagyunk, de ugyanakkor Bonyhád egyik csapata a Börzsöny az ellenfél, úgyhogy én majd meghúzódom egy sarokban. A nagymányoki csapat végül győzelemmel koronázta meg a megújult Weber Ferenc stadion ünnepélyes átadóját. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, a magyar mint idegen nyelv és a földrajz írásbelikkel kezdődnek a tanév őszi érettségi vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal szerdán. A vizsgákat az erre kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg, a lebonyolításban 247 érettségi vizsgabizottság működik közre. A jelentkezési adatok alapján idén ősszel 193 intézményben várhatóan 20.524-en érettségiznek. A hivatal kiemelte, ez az utolsó érettségi vizsgaidőszak, amikor még a korábbi vizsgakövetelmények szerint vizsgázhatnak a jelentkezők. Ez alól kivételt képez az ágazati, ágazaton belüli specializációs vizsgáknak egy szűk köre, írták a közleményben. Fokozott ellenőrzéseket tartanak a rendőrök Tolna vármegyében. Az egyenruhások ezúttal a telefonhasználatot, illetve minden olyan egyéb tevékenységet próbálnak kiszűrni, amely balesetveszélyes lehet. A napokban a Szekszárdon több helyen is találkozhattak az utakon közlekedők a rendőrökkel. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata ugyanis október 9-e és 15-e között Focus on the Road elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Ami azt jelenti, hogy ez idő alatt az egyenruhások Tolna vármegyében is fokozottan figyelik azokat a sofőröket, akik nem a vezetésre koncentrálnak. Mit is jelent az, hogy valaki nem figyel eléggé az utakon? Például az, hogyha mobiltelefont tart a kezében és úgy vezet a közutakon. Ez természetesen szabályszegésnek minősül, és a kollégáim bírságolni is fogják ezeket az autósokat. Emellett, hogyha valaki iszik vagy eszik az autóban, illetve hogyha egyéb műszaki eszközt tart magánál, sajnos ugyanis előfordult már az, hogy úgy intézkedtek a kollégáim egy járművezetővel, aki éppen filmet nézett, miközben vezetett. Köszönjük szépen, további utat, viszontlátásra! Emellett a passzív biztonsági eszközök megfelelő használatát is ellenőrzik az egyenruhások. Bekötik a gyermekeiket a gyerekbiztonsági rendszerbe, illetve hogy használják-e a biztonsági öveket mind utasként, mind pedig járművezetőként. Tehát október 9-e és 15-e között minden járművezető számítson a fokozott rendőri jelenlétre Tolna vármegye útjain.
Tolna vármegye útjain kedden három anyagi káros baleset történt. Délelőtt egy férfi közlekedett teherautóval Diósberényben, haladása során nem tartott megfelelő oldaltávolságot egy az út szélén szabályosan leparkolt kocsi mellett, és annak bal oldalát meghúzta. Szekszárdon egy nő okozott balesetet, amikor az Aliszka utca felől a körforgalomba hajtott. Figyelmetlensége miatt egy előtte elhaladó és jobbra kikanyarodni szándékozó kocsi hátuljának ütközött. Délután pedig az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán történt egy anyagi káros baleset, amikor egy pótkocsis jármű jobb első kereke durdefektet kapott, ennek következtében a szerelvény a jobboldali szalagkorlátnak ütközött, majd a leállósávon állt meg. Az egymás közötti adásvételt egyszerűen és ingyenesen lehetővé tevő internetes felületek, azaz online piacterek egyre több csalót vonzanak. Pár éve még a vevők megkárosítása volt a jellemző, manapság azonban már az eladók is a visszaélések céltáblájává válhatnak. Ezek elkerülésére adott a szakértő pár hasznos tanácsot, amelyeket megfogadva kikerülhetjük, hogy magunk is áldozattá váljunk. Az internet a számtalan előnye mellett komoly veszélyeket is magában hordoz a felhasználóknak. A bankoknál korábban, hogyha utalni akartunk, vagy pénzt felvenni, ez egy viszonylag manuális dolog volt, míg mára a kezünkbe tette ezt a szolgáltató a bank, ugyanis akár egy alkalmazás segítségével be tudunk lépni a bankfiókunkba, és a bankszámlánkon lévő valamennyi pénzzel rendelkezünk, azzal fizetni tudunk, átutalni tudunk. A bankkártyás fizetés széles körben elterjedt módszer a vásárlásoknál, a legtöbben ezt használják az üzletekben, interneten vagy készpénzt felvenni, ha épp arra van szükség. Ám az egyszerűség sokszor hátulütő is lehet sok esetben. Az internet egy ugyanilyen tér, mondhatjuk úgy, hogy az internet egy ugyanilyen széles spektrumú világ, ami bár virtuális, de hát valóság, valós dolgok történnek. Ugyanúgy, mint a való életben, az interneten is fel kell készüljünk. Amikor leülünk az internet elé, akkor felkészültnek kell lenni, és a jelekre, a jelek fogadására, és a jelek megfelelő értékelésére is fel kell készüljünk. A szakértő megjegyezte, vannak úgynevezett gyanús jelek, melyek figyelembevételével még időben megelőzhető, hogy magunk is a csalók áldozatává váljunk. Tovább csökkennek pénteken a hazai üzemanyagárak. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár bruttó 7 forinttal csökken, míg a gázolajért bruttó 10 forinttal kell majd kevesebbet fizetni a kutaknak. Amennyiben az árváltozást érvényesítik a kutak, úgy a 95-ös benzinért átlagosan 603 forintot, a gázolajért pedig 650 forintot kell majd fizetni literenként. Az árak benzinkutanként eltérőek lehetnek. Romlott az állatvédelem helyzete az utóbbi években Magyarországon az állatvédő civil szervezetek szerint. A tavaly megugró energia, ellátási és állatorvosi költségek miatt 2023 májusára sok menhely tartaléka elfogyott, és fennmaradásukat, működésüket csak az állampolgároktól napról napra érkező támogatásoknak köszönhetik. Az állatvédelmi civil szervezetek kiemelt feladatuknak tekintik egyebek között a kóborkutya és macska állomány felszámolását, a kötelező csipek ellenőrzését, a szaporító telepek megszüntetését, valamint az állatkínzók elleni szigorú fellépés előmozdítását. Közleményükben kiemelték, az állatvédelem helyzetén csak az állampolgárok tudatosságának növelésével, hiteles szakemberek képzésével lehet segíteni, valamint ha az állatvédelmet és a felelős állattartásra vonatkozó ismeretek elsajátítását már az általános iskolai oktatásba is beemelik. Több Európai Uniós ország is tervezi a nyugdíjkorhatárok kitolását. Dániában 2035-ben 69, Spanyolországban 2027-től 67, Hollandiában 2028-ra már 67 év és 3 hónapig kell dolgozni. Európa nagy mértékben öregszik. Ebben az évtizedben az unió lakosságának több mint 20%-a 65 év feletti. Ez a szám 2070-ben 30% lesz. A jelenlegi trendek miatt az európai országok megemelik a nyugdíjkorhatárokat. Kicsit jobban meg kellene beszélni ezt az idős korosztályt, aki eddig
építette a dolgokat, ugye az vitte a hátán a nehézségeket. Fiatalokat kellene kicsit ösztönözni, hogy menjenek dolgozni, legyen. Mert most a nyugdíjasoknak is szerintem egy olyan 60%-a még mindig dolgozik. Európa életkorának emelkedésével a közkiadások is magasabbak. A gazdasági növekedést segítheti, ha a munkaerőpiacon tovább maradnak az emberek. Hazánkban nincs kötelező nyugdíjazás, sokan a 65. évük betöltése után is munkában maradnak, így további jövedelmet szerezhetnek. Akik vissza tudnak menni dolgozni, menjenek. Minden téren, akik úgy érzik, mert az, hogyha csak leblokkolunk, az nem lehet, hogy csak leblokkolunk. Mert otthon az élet az olyan gyorsan le tud épülni, hogy csak mozgásban maradni. Magyarországon a korhatár az elmúlt években, évtizedekben változott. Jelenleg az jogosult öregségi nyugdíjra, aki a 65. életévét betöltötte, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. A kormány nem tervezi a további emelést. Hát mivel nem vagyok a korosztály érintettje, ezért is személyes tapasztalatom ebben nincsen. Szerintem lehet, hogy ez egy szükségszerű változás, ugye, amivel idősödik a társadalmunk. És hát nagyon sok fiatal ugye kivándorol külföldre dolgozni. Szerintem nem egy jó megoldás, de valószínűleg hogy a kényszer hozza, és szükségszerű lesz. Az Európai Bizottság jelentése szerint a munkaképes korú népesség 50 év alatt 18%-kal fog csökkenni az Unióban. Regionális híreink következnek. Támogatja a közszolgálati csomag bevezetését a szakértő, a munkaerő megtartását segíteni a jobb oldal. A diákoknak is ismerniük kell az adózás szabályait, a dolgozó egyetemistákról beszélt a NAV sajtóreferense. Pécsi Design Hét október 15-éig programokkal várják az érdeklődőket. A közszolgálati kedvezménycsomag bevezetését támogatja Faludi Györgyi HR szakértő, a pécsi önkormányzat korábbi személyzeti vezetője. Véleménye szerint jó a pécsi polgári oldal kezdeményezése, amely minden bizonnyal segít a munkatársak megtartásában. A szakértő a pécsi Fidesz frakció vezetőjének, Csizmadia Péternek hétfői bejelentésére reagált. Szakmailag értékelte a pécsi jobboldal legutóbbi bejelentését Faludi Györgyi, miszerint kiváló gondolatnak tartja a közszolgálati kedvezménycsomag bevezetését. Ez a jövőben vélhetőleg segít abban, hogy az érintett szektorokban dolgozók tartósan a rendszerben maradjanak, munkahelyüket életpályának tekintsék, mondta a HR szakértő, aki 2011 és 2018 között Pécs megyejogúváros önkormányzatánál személyzeti vezető volt. A 7 éven át tartó munkaviszony alatt megért tapasztalatait mondta el Faludi Györgyi. Jó munkahelyi légkör, kiszámítható jövő jellemezte a hivatalt, magas szakmai tudással rendelkező vezetői gárda irányította a munkát. Az elvándorlás minimális volt, napjainkra azonban ez megváltozott. Az elvándorlás itt a polgármesteri hivatal tekintetében, én meg hát azért egy-két területről vannak régi ismerősök, teljesen informálisan tudok nyilatkozni, rossz a légkör, sokan elmentek. Azt én is tapasztalom, hogy megyek be polgármesteri hivatalba intézni bizonyos területen dolgokat. Senkit nem találok a régi kollégákból, senki. Teljesen lecserélődött új dolgozók vannak, hogy ennek az oka mi? Hát erre megint csak azt tudom mondani, hogy aki régi dolgozó, és találkozom vele, nem jó a légkör. Ezt hallom, bizonytalanok. Régi munkatársakkal való beszélgetések, valamint sajtóhírek kapcsán értesült, hogy nagy a fluktuáció, ami nem túl biztató. A versenyszféra el is szívja a jó, magasan képzett munkaerőket. Ezért tartja jónak és fontosnak a közszolgálati csomag létrehozását a HR szakértő. Más városokban sokkal komolyabb támogatásokra számíthatnak, és én ezt nagyon-nagyon jónak tartom. Tehát a közlekedés, a lakhatás, és ezen belül nyilván, mivel a társadalom széles spektrumú, van, akit a sporttal lehet megfogni, hogy minden nap el tud menni egy kedvezményes bérlettel úszni, viszont van, aki pedig inkább a kultúrára helyezi a hangsúlyt, és ebben a csomagban, ahogy én olvastam, ezek így benne lennének, mint kedvezményes lehetőség. Minden olyan intézkedés csomag, amely plusz juttatásokat kíván adni az adott terület dolgozóinak, nagymértékben hozzásegíti a munkáltatót ahhoz, hogy vonzóvá tegye szervezetét, növelje az alkalmas pályázók megtalálásának lehetőségét. Fontos az is, hogy hosszú távon stabil szakembergárda kialakításához is nagymértékben hozzájárul egy jó intézkedés csomag.
Kik és milyen formában dolgozhatnak felsőoktatási tanulmányaik mellett? Milyen kedvezmények illetik meg őket? Kiknek van biztosítási jogviszonya? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülnek fel az egyetemistákban, amikor tanulmányaik mellett munkát vállalnak. A betartandó jogszabályokat nekik is ismerniük kell, mondta a NAV baranyai sajtóreferense. Sok egyetemista vállal munkát a tanulmányai mellett, azonban tisztában kell lenni a rájuk vonatkozó adózási jogszabályokkal, mondja a NAV baranyai sajtóreferense. Már a munka megkezdésekor meg kell felelniük bizonyos feltételnek. A munkavállalás bármely formájához szükséges, hogy a hallgató rendelkezzen adóazonosító jellel. Hogyha esetleg nincs a hallgatónak adóazonosító jele, vagy nem tudja a pontos számot, illetve elvesztette a kártyáját, akkor a hivatalhoz kell befáradni, és egy 34-es nyomtatványon lehet pótolni a hiányosságokat. Több formában foglalkoztathatók a felsőoktatásban résztvevő fiatalok. Erről is beszélt a sajtóreferens. Az egyetemisták körében a leggyakoribb foglalkoztatási forma az iskola szövetkezeten keresztül megvalósuló munkavégzés. Ezen kívül lehet őket foglalkoztatni munkaviszonyban, megbízási szerződéssel, egyszerűsített foglalkoztatás keretében, valamint háztartási alkalmazottként. Kérdés az is, hogy melyik foglalkoztatási formában lesz biztosított a hallgató. A munkaviszonyban dolgozó hallgató biztosított lesz, és 18,5% TB járulékot kell fizetnie. A megbízási szerződéssel dolgozó hallgató akkor lesz biztosított, hogyha a havi jövedelme eléri vagy meghaladja a minimálbér 30%-át, ami jelenleg 69.600 forint. Érvényesíthető a 25 év alattiak kedvezménye is, ha a fiatal iskolaszövetkezet tagjaként vagy egyszerűsített foglalkoztatásból a mentesített keretösszeg feletti jövedelmet kap. Ez azt jelenti, hogy 499.952 forintig nem kell 15% személyi jövedelemadót fizetni. A háztartási munka adórendszeren kívüli jövedelmet keletkeztet, ezért ebben az esetben nem lehet értelmezni a 25 év alatti fiatalok kedvezményét. Érdemes még figyelni arra, hogy a foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania a következő év január 31-éig. Erre szüksége lesz a hallgatónak az SZIA bevallás elkészítéséhez, vagy a bevallási tervezet ellenőrzéséhez. Pécsen és környékén nem kell elmagyarázni, hogy mit jelent a design, ez átszövi a régiót, mondta a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára az esemény sorozat megnyitóján. A 14. Design Hét megvalósításában a helyi iparkamara, az egyetem és a város is részt vállal. Táncos divat bemutató a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Ez volt a nyitó eseménye a Pécsi Design Hét indulásának október 5-én. Orbán Réka és Klátyik Debóra saját ruhamárkájának darabjait a Művészeti Gimnázium táncos növendékei mutatták be. Én tulajdonképpen a Pécsi Művészetiben végeztem, úgyhogy volt egy gyökerünk. A Rékának is rengeteg táncos ismerőse volt, és abszolút szerettük volna behozni ezt a színpadi világot. Egyébként a kollekcióink azok azért ilyen letisztultak, mert próbálunk egy időtálló divatot teremteni, amit nem kell újra és újra lecserélni minden évben, amit még később esetleg a gyermekeinknek átadhatunk, megtarthatunk, ezáltal fenntarthatóbbá válik. A Pécsi kesztyű is felkerült a táncosokra, miközben az előtérben rögtönzött kiállításon mutatták be a városhoz köthető design termékeket. Pécset, illetve a térségben nem kell magyarázni senkinek, hogy létezik a design. Ez egész egyszerűen genetikailag belénk szívódik. Ahogy járjuk Pécs utcáit, ahogy a Pécsen készült termékeknek a nemzetközi pályafutását végignézzük, a Red Dot díjas orszívótól, az autóipari cégeknek a legkülönfélébb termékei, amik itt kerülnek elkészítésre, és innen válnak világszenzációvá. A kesztyűk, amiket a leghíresebb popsztárok, sportolók és a többi hordják,
Tehát itt valahogy magunkba szívjuk azt, hogy a dizájn létezik, azzal együtt, hogy a jó dizájn az egyszerű, és nagyon, nagyon kevéssé látszik. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj. Viszont minden nap találkozunk vele, akár az otthonunkban, a munkahelyünkön, de a közlekedés során is, vagy ha kézbe vesszük használati tárgyainkat, mondja a helyi iparkamara főtitkára. Az idei rendezvénysorozat már a 14. a sorban. A budapesti Design Héthez kötve indult a pécsi rendezvény, mint az első ilyen vidéki eseménysorozat. Idén 10 napos a pécsi Design Hét. Egészen október 15-ig találkozhatnak a városban az eseményhez kapcsolódó programokkal az érdeklődők. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Megújult a Nagymányoki stadion, 53 millió forintból valósult meg a beruházás. Fokozott ellenőrzések, a telefonhasználatot figyelik a rendőrök. Megszaporodtak a visszaélések, egyre több a károsult. Több európai uniós ország tervezi a nyugdíjkorhatár emelését, van, ahol 69 éves korig kell majd dolgozni. Csütörtökön folytatódik a nyugodt, frontmentes időjárás. A napkeltekor elszórtan még jellemző pára és kötfoltok gyorsan eloszlanak, majd napsütéses, változóan fátyol felhős égbolt alakul ki. Gyenge, változó irányú légmozgás mellett tovább fokozódhat a nappali felmelegedés. Többségében 20 fok fölötti maximumok várhatóak, helyenként akár 26 Celsius fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!